ki a szemüvegemet. Elrakta teljesen, mert nem látok. Köszönöm, Béluska drága. Hát, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Van benne valami külön kiadását látják. Remélem, jó magam is látni fog, mert egyelőre semmit az ég egy világon. Köszönöm szépen. Hát bizonyára emlékeznek múltkori játékosunkra, dr. Kese Károly doktorra, akinek maradt még legalább 36 másodperce. Műfogsor. Rácspont tejföllel. Még föl sem tettem a kérdést. Én azt javaslom inkább, mondjon egy számot 1 és 10 között. Rákérdezek, 5. Igenis, tehát 2-es, élettelen. Hát kérem annyit még ehhez, hogy 30 másodperc áll rendelkezésére, tehát akkor indulunk. Tessék. Egy bizonyos tárgy? Igen. Tehát nem. Sok van belőle? Az elektronikában használják? Igen. Na most ez a tárgy nagyobb, kérdezem, nagyobb, mint egy egyetemi tanár. Nem, kisebb. Tehát sokkal kisebb, mint egy professzor. Igen. Rákérdezek, mikroprocesszor. Fantasztikus, kérem. Hát egyszerűen fantasztikus. Gratulálok, és akkor azt mondom, hogy nézzük meg a nyereményt. Egy nagyon szép nagyító, amelyre a legkisebb mikroprocesszort is akarom mondani. Mikroprocesszort is megvigyelni. Jaj, hát elnézést kérek, csak a vicc kedvéért. Hát sajnos ilyenem már van otthon, úgyhogy megnézném, hogy mi van mögötte. Hát még egyszer tiszta szívből gratulálok. Na most lássuk második játékosunkat. Aki lát, én is látom, már itt ül velem szemben. Kérem, mutatkozzon be nekünk. Stip. Én most madárhangokat utánoz. Stipovicsné, Vahedli Krisztina. Mi a kedves foglalkozása? Logopédus. Hát itt álljunk meg egy szóra. Grécsi tanárul is örülne, amint hallaná önt. Hát kérem, második játékosunktól is azt kérem, hogy mondjon nekünk egy számot. 91, 2, 2, 92, 2. Ön lottózik? Nem csak lóversenyezek. Akkor legyen mondjuk a 1-es, 2-es, 3-as, tétre, helyre, befutor, oda-vissza, vissza. Kérem szépen, akkor most tessék nagyon figyelni. Fogalom, indítom az órát. Igen. Híres ember ő? Mondom, fogalom, élettelen. Ja, hogy ne, meghalt. Atya Isten bábúr, meghalt már. Mondom, fogalomról van szó, tehát fogalomról van szó. Fogalmam sincs, hogy szégyen, illetve várjunk, nem, most hirtelen nem tudom. Kedves Eter, most tessék olyan konkrétan kérdezni, jó? Mennyi a pontos idő? Konkrétan. 6:30. Ilyen késő. Atya is se, hogy elszaladt az idő, és gyerekek még az oviban vannak, minden. Akkor most azt kérdezem, hogy tehát nem élő lényes, híres, már híresen nem él. Nem élt ő már, de fogalmam sincs, hogy ő híres élőlényből. Hát sajnos elfogyott az ideje. Nem tudom, most annyira tetszik molesztálni, pedig most majdnem rákérdeztem már. Foglaljuk össze, kérem, hogy mit tud? Tehát mit tud? Tehát pontos időn kívül semmit vágom, mert össze-vissza tetszett kérdezni, bele tetszett vágni, és a mikrofon is itt teljesen. Pitagórasz tétele. Pitagórasz tét. Tudtam, Vágorken, elnézést, csak nem tudtam kimondani, itt nem lehetett, annyi vissza kérdés volt, elnézést, hát ide se jövök többen. Hát sajnálom, talán majd legközelebb. És kérem szépen, mai utolsó versenyzőket szólítom, köszöntöm, nagyon nagy szeretettel és mély tisztelettel. Kérem, mondjon egy számot. 2 együtt? Igen. 3. Igenis. Hát kérem, ez nem az, de azért én kihúztam. Tehát, élettelen, és most nagyon tessék vigyázni, mert indítom, és... Rajtam van, ma ügyetem testre észre, nekem. Is, illetve hát által, nem, igen, én azt mondom, igen. Fejemen van? Igen. Miből van? Szőrből van? Szőrből van? Igen. Tehát a fejemen van, fönn van a fejemen, a bubon van. Na. Akkor ehető?
hogy úgy mondjam, gusztus dolga, hogy érti. Tehát ehető, fejbubbon ehető. Hogy ahol akarom, egy pillanat, akkor rákérdezhetek? Igen, igen. A szakállam. Nem kérdeztem még rá. Följebb van. Szemöldököm. Eltaláltam. Bajusz. Bajszom. Na, ma a szám szélén. Nyugtasson, megkérem. Én nem segítettem. Nem, vágó, nem. Csak ránéztem a maga okos fejre. Állott a jó válasz maga. Mit nyere? Nézzük meg a nyereményt. Egy nagyon szép elektromos bajuszkötő. Anya, bajuszkötő, ez ma jó lesz a feleségemnek. Nézd meg, csak méretbe kicsit. De megnézhetném, mi van mögötte, csak a kíváncsiság. Kérem, nézzük meg akkor, hogy mi van mögötte. Hú, a büdös élet. Csukd be a szemed. Az sajnos nem az öné. Ez meg... Nem az enyém? És én nekem mi van? Kérem szépen, a virág az, amit haza lehet majd szépen vinni. Na, anya, ezt majd locsolhatod, mint a güzű. Jó locsolást kívánok, legyen máskor is szerencsénk. Önöktől azzal az örömteli hírrel búcsúzom, hogy műsorunkat nem sokára folytatjuk, és ne feledjék műsorunk címét. Van bennem valami.